Az idei esztendő sem telik el eseménytelenül Tolnán, mondja Vajda Tibor, a Kulturális Központ igazgatója. Többek között május 17 és 19-e között a Magyar Népművelők Egyesülete a városban tartja az éves vándorgyűlését. Ez egy olyan szakmai találkozó, amelyik hát az éppen aktuális kérdéseket keresi, illetve azokra válaszokat, és emellett pedig találkozási lehetőséget ad a népművelőknek, a közművelődésben dolgozóknak, hogy találkozzanak, illetve jó példákat lássanak, mutassanak, cseréljenek. Ennek lesz a helyszíne itt a mi intézményünk. Mi szeretnénk egyébként ebbe a 2-3 napba délutánba bemutatni Tolnát és környékét, olyan szabadidős programot, esti programot csinálni, ami emlékezetessé és szép emlékűvé teszi a mi városunkat. Rendszeresen előfordul az egyébként, hogy az államtitkár meglátogatja, vagy előadást tart ezen a rendezvényen, de ez idén úgy tudom, hogy még nem készült ez el, de hát a szakmai tervet meg különben semmi csináljuk, hanem a Népművelők Egyesülete, és ez még nem derült ki. Tekintve, hogy még ki se írtuk a rendezvénynek a programját, csak azt, hogy lesz, az jelent meg eddig. De a programmal vannak ilyen apró gondjaink a szervezéssel, de hát majd csak-csak megoldjuk. Főleg ezek a problémák anyagi jellegűek inkább. Május végén pedig ismét már a járványügyi korlátozások nélkül rendezik meg a Városnapját. Idén is lesz Városnapja, május 28-án szombaton. A pontos helyszínt még nem jelöltük ki, két lehetőség van. A tavalyi kényszerű évhez hasonlóan itt az intézményünk udvarán, ami persze nem kényszerűség tulajdonképpen az idén már, hiszen az udvarunk azért egy elég nagy hely és elég jó lehetőségei vannak. A másik pedig a szokásos, hogy a Városháza előtti Hősök terén kerül megrendezésre. A szokásos kisebb-nagyobb programok mellett az idei sztár föllépő az a Balkán Fanatik lesz, és utána természetesen további szórakoztató programok, majd augusztusban 13-án a Dunaparton, az Altaripa Szabadidő Központban pedig a Bárka Fesztivál, ahol a Budapest Bár és sztár vendégei lesz a fő produkció. Előtte persze halászlé, főzőverseny, gyerekprogramok, eszemiszom és egyéb, ami szokásos ezeken a rendezvényeken. Előfordult, hogy több napos, de az idén egy napra koncentrálunk. Legfőjebb olyan összekapcsolás lesz, hogy előtte délután este kiállítás, megnyitó, esetleg valamilyen zenés rendezvény már lenne a Dunaparton, diszkó vagy ilyesmi előfordul, de inkább úgy gondoljuk, hogy az egy nap. A Városnapja is, és a Bárka Fesztivál is már tavaly is körülbelül 800 000 embert hozott ide az udvarba. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen meg kell, hogy legyen az idén is. Bármelyik helyszínen is rendezzük, de a Dunaparton a lehetőségeink nagyok, és mivel augusztus elején lesz, ez még valószínűleg nem visz el ez a nap másfelé sok tolnait, hanem ezen a rendezvényen jelennek meg és szórakoznak majd.